Egy különleges alkalom az életemben, amit azt hiszem, hogy kevés író ér meg manapság, nagy kegyelemnek tartom, hogy egy könyvem 25. kiadását érte meg, méghozzá egy olyan könyv, ne féljetek, amelyeket 1998-ban adtunk ki először. Most ennek a könyvnek az az érdekessége, hogy mielőtt megírtam, sokat tűnődtem rajta, hogy egyáltalán meg szabad-e írni. Tehát, hogy ezt a témát az öregségről és a halálról merhetem-e vállalni, mert tudtam, hogy az emberek ebben a nagyon nehéz és gondokkal teli világban menekülnek az ennyire súlyos témáktól. És nekem mindig nagyon sok olvasom volt, tényleg széles olvasótáborom. Mindig komoly és, hogy úgy mondjam, tragédiába hajló dolgokat írtam, bizonyos fajta feloldással, de attól féltem, hogy ezzel el fogom veszteni az olvasóimat. Tehát, hogy írok egy könyvet, és csalódni fognak benne. És majd egyszer meg se veszik, mert azt mondják, hogy édes Isten, miért kell a halálról beszélni, miért kell az öregedésről beszélni. És ugyanak egy olyan belső kényszert éreztem, hogyha ezt nem írom meg, akkor elárulom azt, amit ajándékba kaptam a sorsomtól, hogy nekem ez annyira fontos, hogy ezt megírjam. És hát megtörtént tényleg az a csoda, hogy itt van, nem messze van itt a Mamut központon. Akkor jöttem először, hogy valami nagyon furcsa dolog történt az életemben, amikor valaki szólt, hogy a Mamutnak a bejáratához ki van téve egy nagy papundekli, és az van ráírva, hogy ne féljetek, most kapható. Tudod, hogy milyen nagy dolog ez egy Mamut központban? És akkor én nagyon hálás voltam a sorsomnak, és hát azóta is, most is kérdeztem a kiadómat, amelyik hűségesen követi a pályámat, hogy gondolja, hogy egy 25. kiadásban esetenként ilyen bőven 100 000 fölötti példányszám után ez még piac képes. Azt mondta, hogy higgyem el, hogy igen. És az az érdekes benne, hogyha megyek valahova előadást tartani, és van nálam 3-4 saját könyvem, ha van, köszönhetek, mindig azt viszik el először. Úgyhogy ez az én bizonyos értelemben a szellemi végrendeletem, arról, hogy milyen fázisokat élünk meg az életünknek a utolsó felében vagy harmadában, hogyan lehet és hogyan kell felkészülni a távozásra, és hát benne van az én spirituális meggyőződésem, hogy a halál nem befejezése az emberi személyiségnek, hanem egy más szénába való átlépés. Én erről szerettem volna meggyőzni, vagy legalábbis közelebb hozni az olvasóimat. Hát az az igazság, hogy én nagyon nehezen adok ki a kezemből egy könyvet. Tehát annyiszor megfontolom, az imprimaturába is belenyúlok, átírom, hogy az még nem fordult velem elő, bevallom, hogy a 22 könyvemből, amikor újra megjelent, érted, hogy akkor azt éreztem volna, hogy ezt át kell írnom. Sőt, nagyon rösterten volna magamat. Nagy büszkeségem volt, hogy amikor a rendszerváltás után az összegyűjtött, hát az életem összes novelláját kiadták, ugye egy vaskos kötetbe, akkor egy kicsit féltem tőle, hogy akaratlanul is, érted, a régi rendszerben nem írtam-e valami olyat, ami megalkuló, vagy nem igaz, vagy érted, és először olyan boldog voltam, mert meg is győztek akkor a kritikusok, hogy minden sora vállalható volt, és ez azért nagyon jó. Tehát ezt nem újraírni könyvet, vagy újrajavítani nem, ezt megtette helyettem a Kádár rendszernek a cenzori világa. A Napok című regényemből húztak ki körülbelül 15 mondatot, és amikor újra kiadtuk, ugye a rendszerváltás után, akkor azt a 15 mondatot visszaírtam, de ezt nem én húztam ki, hanem a kiadó óvatoskodott, mert az a sok baj volt politikailag azzal a könyvvel.